Világkörüli útra indul a Ványa bácsi. Sorra zsebeli be az elismeréseket a Nemzetközi Porondon a Bartók Színház és a Váci Dunakanyar Színház közös produkciója. Hogy miben rejlik a Csehov darab feldolgozásának sikere, az összetett dolog. Különlegesség, másfajta előadásmód, színházi nyelv, ezek is mind-mind közre játszanak benne. Mint azt Sipos Imre elmondta, a próba folyamatok során talán egyikőjük sem gondolta, hogy ekkora népszerűségnek örvend a darab. Legeslegutóbb Lembergben voltunk, ugye Ukrajnában, előtte pedig ugye Brestben, Fehér Oroszországban, és majd most a hónap végén megyünk Budapestre ismét játszani a Klebersberg művelődési házba. Előtte pedig ugye a Vidéki Színházak Fesztiválján játszottuk Budapesten, azelőtt meg a Poszton. Úgyhogy hála Istennek úgy tűnik, hogy az előadás az nagyon-nagyon sok fesztivál meghívást kap, úgyhogy többet fogjuk játszani, úgy látszik, különböző fesztiválokon versenyprogramként, mint adott esetben Vácon vagy Dunaújvárosban. Azért izgalmas egy fesztivál meghívás, és oda azért érdemes elmenni, mert általában a fesztiválokon más fesztiválok vezetői is ott vannak, igazgatók, szervezők, rendezők, és tulajdonképpen ez úgy történt, hogy mikor mi bemutattuk az előadást ugye tavaly ősszel, először Vácon, aztán itt Dunaújvárosban, hiszen ez egy koprodukció volt, akkor tulajdonképpen az történt, hogy mivel nevezve volt az előadás a Posztra, ezért eljöttek a posztválogatók. Akkor a posztválogatók megnézték, beválogatták ugye a legjobb, az ország legjobb 16 előadás, 12 előadása közé, ami már önmagában egy óriási dolog, de nyilván ennek aztán híre ment a szakmában, tehát egyszer csak elkezdték nézni mások is. Akkor Vidnyánszky Attila meghívta az előadást a Nemzeti Színházba. Akkor a Nemzeti Színházban is látták emberek, mivel a Ványa bácsinak a rendezője egy ukrán nagymester, ugye Jaroszláv Fedorisin, ezért tulajdonképpen elkezdtük az előadásokat, ő is, meg mi is ajánlani különböző fesztiválprogramokra. És így alakult ki az, hogy egyszer csak ugye bejelentkezett, tehát fesztivál meghívást kaptunk Brestbe, Fehér Oroszországba, utána ezzel együtt meghívást kaptunk Herszonba, ami majd tavasszal lesz, Szatmárnémetibe, ezek ugye mind nemzetközi fesztiválok, Lembergbe, és volt még egy nagyon izgalmas felkérésünk, ugye Sziktikvárba, ami Moszkvától még 1300 kilométerre keletre van, a Komi Köztársaság fővárosa, ami szintén egy nagy nemzetközi fesztiválnak a színhelye. És ahogy elkezdtünk ugye járni egyik fesztiválról a másik fesztiválra, amikor most Lembergben az Arany Oroszlán Fesztiválon játszottunk, ott nincsenek díjak. Tehát a Lembergi, Brestben ugye megnyertük a legjobb, tehát a fődíjat, a legjobb előadásnak járó díjat hoztuk el Brestből. Lembergben nincsen zsűri, viszont Lembergben nagyon sok ember van, aki ugye előadásokat néz, és másnap, hát egyrészt óriási siker volt, tehát gyakorlatilag már az első felvonás közben jeleneteket megtapsoltak. Tehát, hogy olyan volt, mint egy zajos operett siker, pedig hát a Ványa bácsiról beszélgetünk. Tehát jelenetek után taps volt. Már az első felvonás végén, mikor lement a függöny, bravóztak. A végén pedig ugyanúgy, mint Brestben, állva tapsolt tulajdonképpen a nézőtér, és folyamatosan bravóztak. Tehát éreztük, hogy sikere van az előadásnak, tehát tetszik. Másnap volt egy szakmai konferencia, és a szakmai konferencia után megjelent egy tókiói fesztiváligazgató, aki közölte, hogy akkor ő ezt az előadást mindenképpen szeretné meghívni Japánba, ami azt is jelenti, hogy Tókión kívül még másik két helyszínen fogunk játszani, mert ha ma olyan messzire elmegyünk, akkor valószínűleg egy több előadást fognak leszervezni. Litván fesztivál igazgató jelezte, hogy mindenféleképpen szeretné, hogy Litvániában is játsszuk az előadást. Az odesszai fesztivál igazgató jelezte, hogy mindenképpen szeretne beszélni róla, és mindenféleképpen Moszkvába fogja ajánlani az előadásunkat a Csehov Fesztiválra. Tehát tulajdonképpen ez a világkörüli út, ez úgy alakult. Ja, és bocsánat, is volt ugye Farasabina, ami szintén egy olasz város, Rómától 21-nehány kilométerre, ami szintén egy nemzetközi fesztiválnak helyszíne, és annak az igazgatója is jelezte, hogy akkor szeretné az előadást meghívni Farasabinába. Tehát gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy valóban ebből egy világkörüli út lett, még állítólag New Yorkból is, onnan is voltak, még New Yorkból is érteklődtek az előadás iránt. Tehát óriási a siker. Én megmondom őszintén, hogy nem tudok, nyilván nem lehet, hogy én tévedek, de hogy az elmúlt 20 évben nem tudok olyan színházi előadásról, aminek ekkora nemzetközi, magyarországi színházi előadásról, aminek ekkora nemzetközi sikere lett volna. Olyan van, hogy valamelyik társulatnak van nemzetközi sikere, bár ez is nagyon kevés, tehát hogy van néhány társulat, amelyik sok helyre jár, de nem feltétlenül ugyanazzal az előadással megy.
Tehát én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, nem csak a színház, hanem maga a város is, és mindenki. Mert mondom, én nem tudok az elmúlt 20 évből olyan, és ebben mindenki benne van, tehát az összes magyarországi színház, ahol egy produkciónak ekkora, tehát egy produkcióra ekkora nemzetközi érdeklődés lenne. És hát az egy óriási dolog, hogy nyilván, amikor ez kiderült, akkor például Fekete Péter államtitkár úr azt mondta, hogy ahhoz, hogy ezek valóban létre tudjanak jönni, ezek a meghívások, hiszen azért ezt nekünk hiába fizetnek valamennyit adott esetben a meghívó országok vagy fesztiválok, ezek rendszerint nem fedezik a költségét sem az előadásnak, hogy oda kerülünk, tehát az csak egy része a költségvetésnek, tehát ezt nekünk kell Vácnak és Dunaújvárosnak kvázi kigazdálkodni, hogy ezekre el is tudjunk menni a meghívások után.